Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol el se hiszem, és fogalmam nincs mennyi idő után. Végre itt van velem Bence. A te csatornádra, sziasztok, szerintem már azóta nem csináltunk videót, hogy kiraktuk a videómat, hogy hát nincs csatornám. Amúgy ja. Az meg 2 hónapja volt. Nem akart eljönni, szóval ezt az őrövására... Együtt élünk, nem akartam. Mehet a kommentbe a roszt, rajta múlt az egész. Persze. A mai videóban az az igazság, hogy megint egy ilyen párkapcsolati témát szeretnénk hozni nektek, ugyanis szerintem ez nem titok. Hogy párkapcsolatot alkotunk mi ketten? Ezt nem is titkoljuk. Párt alkotunk, tehát párkapcsolatban élünk. Mindegy, nem baj. A másik felem kijavított, ne haragudjatok. Tehát, amit szerettem volna mondani, hogy nem titok, hogy mi nagyon szeretjük a nyerőpárost, és minden nap nézzük, és megihlettek minket a feladatok, viszont lesz egy kis csavar a dologban. Az, hogy ez egy szponzorált videó, az RTL-nek a számlát meg küldjük. Nem, most szeretném mondani, hogy az RTL most egy akkora... Miért? Nem így van? Nem tudjuk visszanézni az adásokat, ugyanis csak egy adott telefonos előfizetéssel lehet beregisztrálni, úgyhogy impróztunk. De ettől függetlenül a nyerőpáros ihlette a mai videónkat. És kérdésekre fogunk válaszolni egymással kapcsolatban. Nagyon izgi. Ja, ami fontos, hogy a kamera mögött ott van Barbie. Iratkozzatok fel rá is. Igen. Köszönj. Sziasztok. És ő fogja felolvasni nekünk a kérdéseket. Semmit nem tudunk a kérdésekről, mert mindent Barbie gyűjtött, úgyhogy nagyon izgi lesz. Amit még fontos szerintem elmondani, hogy az én csatornámon azt a videót fogjátok látni, ahol Bence válaszol a velem kapcsolatos kérdésekre, Bence csatornáján pedig fogtok egy olyan videót látni, ahol én válaszolok a vele kapcsolatos kérdésekre. És hogyha mostanra kint van már ez a videó, akkor ide is teszem nektek kártyára, de előbb nézzétek végig ezt a videót, illetve leteszem nektek a leírásba is Bence csatornájával és Instagramjával együtt. Úgyhogy kezdjük most már a videót. Nagyon izgulok, várjál! Az a dátumok, ugyanazok a kérdések, amiket igen, én is megkaptam? És biztos vagyok, hogy én tudom a Starbucks-os rendelését, te viszont nem fogod tudni. Jó. Aha. Igen. Az első kérdés, hogy mi Rebecca kedvenc filmje? A Holtodiglan. És könyvben is egyébként ott van a top 3-ban. A Secret sorozat mellett. Én egy jó barát vagyok. Most tudod, egy kérdés jó? 9, nem? De jól kezdtem legalább. Hány gyereket szeretnél? 3-at. Nagyon jó vagy. Köszönöm. Hát igen. Mi Rebecca horoszkópja? Oroszlán. Nem, nem oroszlán. Jó, várj! Horoszkópok és névnapok. Nem, egyébként... Közel. Közel van az oroszlán hozzá, nem? Pont forduló napon születtem. Kösz. Én meg halak vagyok. Nem tudom, várjál. Forduló napon az a helyzet, hogy én se a dátumokkal, se ezekkel a horoszkópos cuccokkal. Én úgy emlékeztem, hogy oroszlán, de ugye nem az majdnem. Majdnem beleesik. Az a baj, hogy a sorrendet se tudom. Én így tanultam meg fej, vagy te oroszlán vagy, és akkor az vagy, de... Na, 5, 4, nem súgsz, 3, 2. És az a legcikibb, hogyha az lesz, amire gondolok. Akkor igen, mondd, igen. De nem, mert akkor megint hibázok, és akkor nem tudom. Szűz. Ezt akartam mondani, és még egy poént is el akartam sütni, de hát, ugye, de hát... De én meg nem akartam segíteni, de hát ezen szoktál poénkodni, hogy... ja. Ó, nem már! Na mindegy. Egyébként csak 4 órát tévedtél, mert annyival csúsztam le az oroszlánról, úgyhogy... Tehát? Majdnem. Elfogadjuk. Oké. Okay. Szerinted mit mondott Rebecca? Mi a legcikibb sztori, ami valaha történt vele? Ezt még saját magamnál se tudtam rendesen kitalálni. A legcikibb sztori... Ha van valami ötleted, akkor mondd nyugodtan, ha nincs, akkor viszont egy nagyon picit segíteni fogok. Oké, segíts. Ezeket a cikiseket a kérdezfelekben is mindig kérdezik a nézők, és nem tudom, mit mondjak saját magamról, mit ciki. Igaz, hogy most nem, de egyébként évekig versenyeztem, tehát gondolkozz, lóval. Tudom, hogy lóval versenyeztél. Valami esés lehet talán? Vagy... Biztos valami esés, hát mi lehet más? Csak gondolkodj, ezt, hogyha végig gondolod a nagy sztorikat, akkor tudnod kell. Tuti, az a baj, hogy tuti elmondod, és tényleg az volt az. De az hát biztos. Volt egy alkalom, mikor tolatva ment csak a ló egy hétig, azt nem tudták ők se. Az az? Mikor elromlott, az az? Ez megtört.
Többször láttad a videót. Az a te videó, amikor mondtam. Elestél. De az hol volt? Hát az, hogy hol volt, nem tudom, de pontosan... Milyen versenyen? Hát díjugró versenyen. Jó, ezért nem kapsz pontot. Európa bajnokságon! Ja, tényleg. Annál kínosabb, szerintem soha nagyon durván, tehát az a videó... Történt. Vágás! Európa bajnokság első napján a pálya nehezén túl. Nagyon durva, hát bukfencezett a ló is, meg ő is. A következő kérdés, hogy mi Rebeka álomutazása? Az a baj, hogy itt több is lehet, nem? Rávágott egyet. Egy van, amit nagyon-nagyon régóta emlegetek, és erről van egy plusz info is egyébként. Ne segíts! Nem segítek! Plusz info is van róla. Az a helyzet, hogy biztos, hogy valami fehér homokos tengerpart. 100%. Így van. Csak van egy konkrét hely. Szese? Kanári. Nope. De az a baj, ezek annyira egyformák. Igen, de van egy hely konkrétan. Az a... ott vannak a izeik, ugye? Az. Az, megvan. Pont. Most pont nem jut eszembe. Egyébként annyi a segítség, fogjuk rá. Lehet Instagram hashtageket követni, és egyetlen egy hashtag van, amit követek. Ez annak a szállodának a igen. neve egyébként. Huha, tudom, mondtad, mutattad is, beszéltünk is róla több órán keresztül. Maldív-szigetek, igen. Luxor, majdnem egyszer, Ariától. Majdnem egyszerre mondtuk. Igen. Pont. Az a szálloda nekem nagyon tetszik. De az, úgyhogy... az pontot ér, hogy tudom, miről beszél, de nem tudom szavakba önteni, mert buta vagyok, nem? Ó, ne csináld már. Tehát pontot ér, ugye? Na, következő. Ha Rebeka a Starbucksba megy, akkor... Mit szokott rendelni? Macsát. Dehogy? Dehogy, hát pohár. Elejétől a végéig, amikor kéred a rendelést. Úristen, hát én a sajátomat nem tudom kikérni. Mindenmentesen, tehát hogy laktózmentes tejet kér, vagyis izé lu. Ugyanabból kérem, ami itthon is van. Igen, olyan tejből, ami itthon is van, olyanból kéri. laktóz, glukóz, glakóz, mindenmentes. Elejétől a végéig. Szeretnék segítek, ki? Mekkora? Nagy. Micsoda? Pohár. Vanília aromával. Igen. És milyen tej az? Na, hát izétej. Ilyen furáknak. Nincsen olyan sok. Tudod, a rizs. Rizs, nem rizs. Nem mik vannak? Mik vannak? Mondjátok, mik vannak. Szója tej. Szója, rizs, ezt a kettőt ismerem az egész világon. Szója, rizs. Mi van még? Ha felemeled a fejed, még látod is, hogy mi az. Látok három mogyorót, meg egy búzát, vagy mit. Mik vannak még? Egyből rával. Nem. Mi van még? Kókusz. Kókusz. Zab. Kókusz. Egy van, amiről nem beszéltünk. Hát jó, de ez mi? Mondja, feladom. Mandula. Mandula! Tényleg? Tisztázzuk. Vanília aromával. Előre. Nagy. Szeretnék kérni egy nagy macsát. Jeges. Macsalátét. Mandulatejből. Már elfelejtettem milyen tejből. Cukormentes vaníliaszirupba, pal és tejszínem nélkül. Ezzel szemem, hogy kérlek nézzete meg az én videómban, hogy én mit szoktam inni. Még hoztam is neki nem egyszer macsát, csak le kell írja SMS-be, hogy igen. Hogy kell kinézze, mert nem valóban. Tudom egyébként. SMS-eztek? Hát szoktunk. Miért ti nem SMS-eztek? iMessage. De miért SMS-ezni se szoktál? SMS-ezni tudod kivel szoktam? Senkivel. Már vártam, hogy kivel? Ketten ugyanazt is fel tudod kezdeni, majd kivel? De olyan jó! Nem bírom. Ilyenkor, amikor a közös videókat veszük fel, Bence... Sziporkázom. Teljesen elmegy. Na, menjünk tovább. Szóval. Mi Rebek a kedvenc színe? Na, ez itt tökéletes. Nincsen kedvenc színed. Nagyon jó! Igen. Yay! Hogy hív téged a legtöbbször Rebeka? Milyen becenében szólít? Ha szeretnéd, akkor ki lesz sípolva, tehát a valódi az nem lesz. De nem úgy szoktál legtöbbször hívni, hanem a... Ja, beceni... De itt arra is gondolhatom, hogy szólít a szívemnek, hát ennyi. Ha pontot akarsz, akkor nem azt mondod. Amúgy meg vadállatnak szokott a legtöbbször.
Bika, vannak ilyen megfelelőim. Ki lesz sípolva, ezt nem áruljuk. De a bikát nem sípoljátok ki. Azt nem. Szuper. Okay. Mi Rebekának a kedvenc étele, amit te készítesz neki? Nincs ilyen. Ez pont akkor? Igen, de poénból azt mondtam, hogy kávé. Mert az az egy, amit szoktál nekem csinálni. Szerinted mi a legidegesítőbb szokása Rebekának? Neked a legidegesítőbb tulajdonságot az az, hogy ami legalábbis vitázni, hát az se, amit megszoktam említeni neked legtöbbször, hogy takarítani kéne. Mi van? Hát azt szoktam mindig mondani neked, így megjegyzésként mindig, tehát ez nem vita sosem, hogy össze kéne pakolni a gardróbot, nem? A kettő nem ugyanaz? Ja, elnézést, melyiket igen. Szoktad mondani? A pakolást mondom mindig, igen. Így van. Igen. Széjjel hagyom a dolgokat, én ezt mondtam. Jó, nagyon zuhantál az első egy mondat után, de merre számítottál, láttam rajtad, hogy... Igen, mert azt szoktad a legtöbbször mondani, hogy pakoljunk. Kicsi, már megint széthagytad. Én megmondom, hogy tudom, majd elrakom, és... Zsenik ugye káoszban élnek. Egyesek ezt nem érthetik meg, hát most mit kezdjek ezzel? Benne maradhatok ebbe a kapcsolatban, vagy szeretnél saját magaddal élni? Tudtam végül is. Ja. Jöhet egy könnyű? Jöjjön egy könnyű! Mikor van Rebek a szülinapja? Augusztus 24-én. És milyen évben szület? 97-ben. Egyetlen dátum, amit a sajátomon kívül tudok. Ennyire rossz vagyok dátumokban, igen. Olyan ügyes. Kövi kérdés, mi ez az étel, amit ki nem állhat Rebeka? Halat azt nagyon nem. Mindig lazacfilét szoktam fogyasztani, többször is egy héten, mert egészséges, egyetek ti is halat. És miért? Egyébként? Mit miért? Hogy, miért tudsz lazacot enni? Épp ezt akartam megmondani, hogy annak ellenére, hogy mennyire nem szereti a halat, kesztyűben is, de mindig megcsinálja nekem. Yep. Egyszer megcsináltam én is magamnak, ezért két héten nem volt itthon. De hogy csináltad meg? Felhívtam telefonon, hogy kell. Ez annyira ciki. Esküszöm, hogy valamikor a következő 4 évben megtanulok főzni. Miért adtál ekkora intervallumot? Jönnek a főzős videók a csatornára. Kezdjük a kopogtatós tojással, az a lágy tojás amúgy. Nem kopogtatni kell? De, ja, jogos, megmutatta, hogy hogy kell kopogtatni. Én Konnála nekiálltam, azt mondta, ne csöveskedj te! Elkezdte, hogy te kopogtatni Konnállal, mondtam, mit csinálsz? Erdélyben úgy szokták, ezt nem hiszem el. Milyen feltételezi a pizzát, Rebeka, vagy mi a pizza rendelés? Margaritát szokott tenni mindig. Yes. Ez nagyon gyors volt. Mert igen. Olyan ügyes. És kinevet, hogyha Hawaii-t eszel, soha ne egyél Hawaii-t. Kinevettél. Hogy lehet Hawaii-t tenni? Micsoda? Az nem én vagyok. Én nagyon szeretem. Az a másik barátnőd lesz, hello. Valószínűleg igen, mert az tényleg Patrik volt. Eszembe is volt. Emlékeztem, hogy valaki kinevetett, hogy jelen ez rajta. Egyébként azért tudja ennyire, hogy miért ilyet eszem, mert legtöbbször ő rendeli. Igen. Szóval én is szoktam kaját csinálni, csak más módon. Igen, egyébként ezt Barbie-nak is mondtam, hogy igenis van olyan kajám, kedvenc, amit te csinálsz, mert te rendeled, te... Értelemszerűen ugye? Nem a folyamat, hanem a végső eredménye a fontos. Hogy iszol Rebeka a kávéját? Jó. Ez milyen kérdés? Jó, hát... Hát ugye amikor... Te így válaszoltál rá, ne mondd el. Válaszoltam milyen kérdésre? Az élet Dezső Bencével. Barbie szétcsúszott a kanapén és fogja a fejét, hogy nem, ilyen nincs. Hogy isz a kávéjába? Most, az előbb kávéztunk. Állj, most gondolkodtam, hogy ki az a Tessa? Mit tesz a kávéjába? Hát, tejet szokott rakni a kávéjába. Milyen tejet? Szója. Rizs. Könyörgöm, két perccel ezelőtt. Mandula. Így van, mandula. És édesítőben mennyit lesz? Hát, keveset. Hát így meglögyböli. Megbolondítja. Olyan szemét vagy. Miért? Nem teszek vele. Mi Rebek a kedvenc éjszaka? Anyja. Helyett? A. Tavasz. Négy van. Ó, másodikra már. Bence válaszom nagyon jó lesz erre. Isten, az a válasz, az én videómban meglátom. Ja, Istenem, ott fogtuk a fejünket egy picit. Meghaltam a nevetést. Azt hallottam, de nem tudtam, hogy mit mondhatott. Az a baj, hogy már most érzem, hogy kezd könnyezni a szemem. Szerintem, mire a te videód végére érünk, addigra nem lesz minkem. Mi Rebeka álommunkája? Ez. Ki a legnagyobb szeretőtikrásra, Rebekán? De ezt? Az a baj, hogy biztos, hogy többször említetted nekem így 2-3 év alatt, hogy...
ki az, aki jó csávó, de egyet mondtál Barbie-nak, és most így fogalmam sincs, hogy ki lehet az. Zárójelben megjegyezném, hogy direkt többet mondod, hát ha valami, ja, beletrafál. Húha. Nem tudom, ki? Se. Nem tudsz tippelni! Te esküszöm, nem, várjál! Ki jut először eszedbe? Senki. Milyen gatya van Rebecca? Game of Thrones-ból valakire azt mondtad, hogy jó csávó. Még jó, hogy azt mondtad. A Jason Momoa-ra? Anyukám! Így, érted? Szokott járni pressre, csak mondom. Hát? Igen, a Momoa volt az egyik egyébként. Igazából az ő válasz az volt, hogy Dezső Kárcsa, de... Nem is igaz. Celebrity crush. Hoppáré. Mit a fél Rebecca legjobban, vagy mi? Békától. Mi van fóbiája? Békától. Meg a csigától is, de attól kevésbé béka. Egyszer ráesett egy csiga, ami még mindig nem béka, ott a teraszon. Ti mondjuk ti ezt nem látjátok, nem tudom miért mutatok arra, mint hogyha itt élnétek ti is. És elkezdett sikítozni, éjjel volt, és úgy sikítozott, hogy azt hittem, rohantam ki, hogy eltörte véletlenül valami. Ide kiteszem a sztorit, amit erre az esetre rá 5 percre kiírtam. És köszönöm szépen mindenkinek az együttérzést, ugyanis nagyon sokan egyetértettetek vele, hogy hős vagyok, úgyhogy... Mennyire viseli jól a fájdalmat, mennyire tűri jól 1-től 5-ös skálára, Rebecca? Én 4-es mondanék. Nem. Tudod, nők szülnek, meg ilyenek. Hát igen, 4-es. 4-es. 5-öst mondtál? Igen. Igen. 6-os mondtál? 6-os mondtál? Igen. Ne haragudj. Hányszor hisztisztem neked, hogy fáj valami? Ugye azt mondja, hogy sokszor esküszöm, felborítom. Egyszer se. Vajon miért? Mert jól bírod? Ez az! Jó, oké. Akkor ezt nem tudtam. 5-ös. 6-os. Melyik az a házi munka, amit összetudtok veszni? Szerintem Rebecca nem veszekedik velem a házi munkán, mert ő bírja a káoszt, úgyhogy nincs ilyen. Talán mondtál valamit, de... Muszáj volt. Itt most helyszínt kell mondjak a házban. Nem. Nem, úgy, ahogy te is mondtad egyből, hogy... Pakolás. Pakolás. Így van. Pakolás. Így van. Pakolás. Pakolás, pakolás, pakolás. Szeretünk pakolni. Utolsó kérdés, az pedig az, hogy mi szeretett volna lenni Rebecca a gyerekkorában? Fú, ez egy nagyon jó kérdés. És tudja, hogy beszéltük már. Nem egyszer. Főleg, hogy van egy kis csavar is a történetben. Ti ugró. Rató és nem. Megértem egyébként a nyerőpárosban, amikor így ülnek, hogy jaj, ne idegesíts, mert annyiszor beszéltük, hát ahogy nem tudod. Amikor tényleg annyiszor beszéltük, és olyan egyszerű, főleg, hogy majd a te videódban elmondom, hogy miért. Ha kíváncsiak vagytok rá, nézzétek meg Bence videóját. Segítsél. Te mit mondtál? Állatorvos. Állatorvos. Ez lett volna a csavar, hogy Bence is állatorvos akart lenni, tehát ugyanaz. Itt látjátok, hogy hány pontot ért el Bence. Szerintem jól szerepeltem, úgy unblock, nem? Igen. És a leírásban megtaláljátok egyébként, hogy én hány pontot értem el ezen a kvízen, illetve Bencének a videójában is megtaláljátok. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, megint csak nagyon mókás volt. Fogunk még hasonló videóval érkezni nem sokára, ugyanis a nyerőpárost kihasználva hasonló tartalmakat fogunk most gyártani, mint amik ott készülnek. Neked nagyon szépen köszönöm a részvételt. Én köszönöm a meghívást. Neked köszönöm szépen a kérdések összegyűjtését és feltételét, nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikat, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek minket Instán is, mind a kettőnk Instája és a Barbie is lent lesz a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!